be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hello! Szervusztok. Hello! Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. De jól Készülök. Is nézel ki? Köszönöm. Már megint valami? Készülök korcsolyázni. Zakóba? Nem most. Korcsolyázni? Nem majd a hétvégén. Korcsolyázni. Igen. De plusz 10 fok. Ti már voltatok kint a műjégen? Persze. Én nem vagyok. Én nem vagyok műjéges. Olyan szép pedig. Olyan szép. A Feri jár. Szól a zene, ott van a Vajdahunyad vára, este kimegy, nagyon jó. Van egy hangulata. De kivel mész egyedül, korizol egyet? Nem a családdal. Családdal? Igen. Ja, és azért vetted ma már fel a korizó zakodat? Vagy ma csak kiöltöztél arra, hogy ez a tárgyalós zakom, és majd a korizós ruhát is fölveszem. Ma megint tárgyalsz? Mindig tárgyalsz? Igen, agy bizniszbe indul, gyerekek. Hát ez nem csak biznisz, igazából tanácsadás, beszélgetés, tárgyalás, tervezés. Az egészségügyi munka az ezzel jár. És sokan ilyen hátratett kézzel korcsolyázol? Mert az engem jobban érdekel, hogy most így, és van ilyen kockás hosszú sálad, ami gyúszik mögötted? Nem, és sajnos hátrafelé sem tudok korcsolyázni, oh. Hát ha egyszer valaki megtanít. Tényleg. Ugyanúgy kell, csak fordítva, koszorú? Mint előre tudod. Megy a koszorú? Nem. Ha már koszorú tudod, akkor már jó vagy. Vagy. Nem? Én csak hallottam, nem tudom megcsinálni, csak eddig így hívják, hogy koszorú. Így hívják? Amikor én tőlem kérdezem, örülök, hogy nem esek el. Viccelsz? Pont tőled kérdezem. Mikor kanyarodsz, és teszed így ugye be a... Egymás elé teszed a lábadat. Várjál, a test az állat felé beszéljük a sült gesztenyét. A sült gesztenyét még hagyján, a sült malac. Ja, bocsánat, hát Gábor. Hoztál nekünk érdekes dolgokat, Gábor. Az jobban eljött a ti időtök is. Hoztam a 4 komponensű idézőjelvetett antibiotikumból. Erről korábban már beszéltünk, és úgy gondoltam, hogy erről a 4 komponensről egyenként tudnánk egy néhány szót váltani. Ti már itt kóstoltátok reggel, úgy láttam, hogy... Igen. Hogy meggyűlt a bajunk egy kicsit ezzel az anyaggal. Ez szerepel ugyanazon a listán, ahol a taposalknak és a napalm. Mert hogy nem gyenge. Nem játék. A létező szinte összes testünkben található káros kultúrák ellen véd. Ezt a filokokusz, streptokokusz, torokban tenyésző különböző ágensek ellen véd. A tüdőre, az emésztőrendszerre hatásos. És ez a 4 komponens, ha felszabad sorolnom, a torma, a gyömbér, a csili paprika és a fokhagyma. Aha. Jó, csak mondjuk először, hogy mit hoztál, mert ugye nem biztos, hogy mindenki hallotta azt a pár héttel ezelőtt készült adás, amikor elmondtad, hogy meglepsz majd bennünket ezen 4 komponensű anyag összeállításából, ha lehet így mondani, ez egy ital, ugye? Igen. És ez a 4 dolog van benne. Ebből evőkanálnyit fogyasztunk naponta egyszer-kétszer. Meg kell szokni az ízét, meg kell szokni finoman fogalmazó. Én beleittam, mert jellegét. Azt hittem, hogy finom. Igen. Konkrétan már nem elsőtem. Balázsnak van egy nagyon érdekes szokása, ez pedig az, hogy amikor mondják neki, hogy egy kanállal egy jár belőle, igen, megtekerőtték. Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. És körülbelül 10-szer annyit vízbe a szervezetében, mint amit ajánlanak. Konkrétan majdnem ráborultam a pultra. Ez most nem volt vicces. Ez az anyag. Ez úgy készül, hogy a 4 értékes védő anyagot összevágják, a tormát reszelik. A vegyvédelmi ruhában egy laborban. Nem, ezek élelmiszerek, és almaecetben érlelik, mint egy 3 hétig, majd összetormixolják, talán egy picit meg is szűrik, és kész. Ez tehát az anyag... apróra vágott fokhagyma, gyömbér, ugye? Fokhagyma és csili. Fokhagyma, csili, gyömbér, paprika. És milyen egyedik? Torma. Torma. Így van. Nem, meg az a lehető legkisebbre vágva, és ez az alma ecetben, hát ugye elvileg tiszta szeszben írja a receptúra, ugye mi ezt így nem használjuk, az teljesen kioldja, szétmarja, az még egy ütősebb anyag lesz. Alma ecet is megpuhítja, egy kicsit szétmarja, és akkor összeturmixolva lényegében ebből egy ilyen formula lesz, 4 komponensű formula lesz, ami én azt gondolom, hogy szinte betegszik bizonyos hát idézőjebb orvosságok hatásával is. Ugye a szegények antibiotikuma néven elhíresült fokhagyma, torma, az a 2 komponens. Az természetes, hogy 10 percig nem láttam. Tehát, hogy ilyen tartós vakságot okozott, kb. 3 percig, azt mondtam, hol vagyok. Tehát én beleittem tényleg, hogy egy hátsó őszilébe. Itt el belőle. De finoman mondott, óvatosan a kezedbe adtam. Egy heti adagot vett be egyszer. Gábori próbált érezni, egy kis kanállal. De akkor már néző volt. Mindegy, Balázs. Igen, hogy letekerted a kupakját, és hogy... Hát, hogy... Jó, a C-vitamiból is 15 000 mg-ot teszik. Tudod, hogy a végletek embere vagyok, tehát hogy nem ismerek kegyelmet. Tehát ezt szokni kell, néhány nap után megszokja a szervezet. Szeretném hozzátenni, hogy bár csípős anyagról van szó, de fekélyt nem okoz. Akinek már van fekély, egy ulladás, nyilván ott nem ajánlják. Epe problémáknál nem ajánlják, várandosságnál nem. Egyébként egészséges emberek fogyasztják, és azt várjuk tőle, hogy
hogy elkerül akár az influenza is bennünket. Hogyha valaki kíváncsi a konkrét hatásmechanizmusára, az nézze meg a 8. utas Halál című filmet, pontosan ugyanilyen anyag marta át a Nostromon parancsnoki hígje. Igen. Egyébként 8-12 órán keresztül 6 egyevő kanálnyi anyag, tehát nem kell mondjuk 2 óránként fogyasztani, ezek felszívódnak, keringenek, és kifejtik a hatásokat. Ez inkább ígyomorra, vagy amikor már kajátunk? Ígyomorra ajánlják, egy kis vizet lehet utána nyilván fogyasztani, tehát nem evés után, inkább ígyomorra. És érdekes, hogy bele is kezdenék, hogyha lehet a chili paprikával kezdeném, ugye ennek van egy olyan hatása, olyan fehérjéket termeltet a szervezettel, amelynek a zsírsejtekre van pozitív hatása, tehát hogy zsír csökkentő vagy zsír égető idézőjelben. A felső légutak védője. Az érdekes, hogy a chili paprika vagy cayenne paprika más néven nem károsítja, hiába csípős, úgy tudjuk, hogy nem károsítja a gyomrot, mint mondjuk a bors vagy bizonyos irritáló fűszerek, hanem védi a gyomrot. Csak addig rossz, amíg ugye megvédi. Nyilván azt a csípős hatást, amit érzel a szádban, azt érzi a nyelőcső is, és érzi a gyomor is, de nem jelenik meg az irritáló maró hatás, mint mondjuk egy bors esetében. Nyilván azt mondom, hogy ebből is jó az óvatosság, mert hogy az alma ecet, ott van az ecet kérdésről, talán korábban beszéltünk, de egyszerűen nincs jobb megoldás egyelőre erre nézve, és hat. Tehát nem okoz gyomor problémát, én magam is használom, és nincsen semmilyen problémám tőle. Szív- és érvédő a cayenne paprika is, hát rák ellenes hatású. Tudjátok, hogy élelmiszerekről nehéz állítani, és nem is igazán szabad, hogy gyógyító vagy betegség megelőző, ugye mai törvények szerint. Mégis vannak olyan népgyógyászati tapasztalatok, hogy mint nyers anyagról beszélhetünk. A fokhagymát jól ismeritek, egyébként én szerintem ettől nem lesztek fokhagyma illatúak. A fokhagymának ugye van egy enyhe vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő, értisztító hatása. Kifejezetten mellrák nőknél, ugye férfiaknál prostatarák ellen lehet hatásos a rendszeres allicin, ugye ez a fokhagyma hatóanyaga fogyasztás, és ami kifejezett a vérrögképződést gátló hatás a fokhagymánál, tehát a stroke, a szívinfarktus esélyét csökkenti, széles spektrumú gombaölő, vírusölő és féregűző hatása van. Szeretném megemlíteni, hogy a vércukorszint beállításában is ez az anyag, amit itt fogyasztotok, ez segít. Hm. Balázs most egy évre előre beállított. Most hármas lett a cukrom egy gyomorra konkrétan. Igen, nincs cukor a vér. Az alsó referenciérték alatt van egy féle, tehát én 2,5-3 cukrom van, igen, és még mindig fél szememre vak vagyok. Most kezdek visszajönni. Azért vagyok ennyire sem, mert most kezdek visszajönni. Jó, de megittem, egy decit megittem belőle. Tehát, jó ez, így legalább nem kell semmi ürügyet kitalálnunk, hogy miért nem csókolozunk a feleségünket. Petrezselymet szoktunk egyébként rákcsálni fokhagyma fogyasztás után. Van, aki mézzel keveri, van, aki petrezselymet fogyaszt utána, és ez elveszi a fokhagyma illatot. Jó, ez egy kazal petrezselyem kell kb. Nem vészes szerintem. A csili és a fokhagyma után beszélnék a tormáról. Ez a Volga és a Don vidékéről származó anyag. A szinigrin nevű mustárolaj van benne, amiről úgy hírlik, hogy fél napig hatásos, ugye ez okozza részben ezt a 8-12 órás hatásosságot. Mindegyik anyag, amit itt fogyasztottatok, vagy ami benne van, mind a négy komponens intenzív légút tisztító, tehát az arcüreg, az orrüreg, különböző melléküregek tisztítja és védi. Ön sem orba is? Nyugodtan te, de elég, ha csak leszel egy rendes, ez lereszeled, és így beleszagolsz. Igen, mondjuk a Benin áthások egy ilyen kis fecskendőbe. Nyugodtan. Ja, simán. De ne, én talácsolnám, de nem is húzzuk az időt, parancsolj. Szeretni fog. Igen. Egyébként, ha már szóba került, hogy mikor fogyasszuk, ilyen zsíros húsok után, vagy füstölt ételekhez segíti valamennyire az emésztést, tehát vérbőséget okoz a gyomorban. Hát nem véletlen, ugye a sonka, torma, tojás, szent háromság. Az nem véletlen, hogy húsvétkor azt eszel, reszelt ecetes tormát. Jobban legyél utána? Hát persze, a sonka nehéz étel, ugye, és akkor azzal könnyítették. A régi ember nem volt hülye. Tehát ő ezeket, a régi ember ez, hülye. Ezeket nem. Tudta, mind, amit csak a Gábor idős. Tud, csak Gábor már meg is tudja magyarázni, tudod? A torma segít a lebontásban. Ő még nem tudott ilyet, hogy mi van a tormában, mit mondtál. Különböző kénes vegyületek. Ő még nem mondott ilyet, csak ettem sonkával. Okosabb. Okos volt az ember. Ez érdekes az, hogy széles spektrumú, tehát vírusokra is hatásos ez a négy komponensű anyag, baktériumokra, főleg a légzőszerveket támadó baktériumokra, és gombákra is. Ugye a torma és a fokhagyma kénes jellegű anyagokat tartalmaz, ilyen kénes szaga is lesz ennek az anyagnak, és ez kifejezetten gombákra is hatásos. És hát marad a gyömbér. A gyömbér is egy trópusi növény, Ázsia őserdeiben őshonos. Nálunk ugye üvegházban termesztik. Biztos értetek már gyömbért. Az én egyik sajnos káros szenvedélyem már ilyen szempontból ez a kandírozott gyömbér. És
Felhívjuk a Zahert most azonnal. Komolyan mondom, tényleg, nehogy a toxikológián kössék ki Gábor Szilveszterkor. Nehogy a Zahert kívánjon neked boldog új évet, mert szörnyű világ lesz az. Reméljük, a gyerekek nem hallgatták most. Van egy különleges édes kesernyés íze. Vitatják a hatásait a gyömbérnek, de azért elég sok irodalom szól arról, hogy görcsoldó, hurutoldó, gyulladáscsökkentő, léguti tisztító hatása van. És a gyömbér javítja a koncentrációt, de arra kell vigyázni, hogy nem eszünk belőle sokat, mert afrodiziákumnak számít. És akkor miért kéne rá vigyázni? Ezt mondtam volna. Hát csak óvatosan. Fickós leszel, Feri, fickós leszel. Bizony hülyéskedj még. Még jobban. Még jobban fickós leszel. Afrodiziákum. Az a baj, aztán nem ismer rám. Halló, halló. Bizonyám, és amíg közben még mesztelen nőket nézeget az interneten, hát akkor tuti a hatás. Én inkább puraszerűen javasolnám a gyömbér használatát. Ahogy ezt az anyagot is, amit kaptatok, ezt sem kell egész évben fogyasztani. Ilyenkor szezonban, tehát mondjuk egy november, december, januári szezonban abszolút megállja a helyét. És a gyömbérről még úgy hírlik, hogy nem csak fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet javítja, hanem az utazási és tengeri betegség ellen szerep. Tényleg? Hát nyersen vigyél magaddal egy gyömbért, ha tengeri beteg leszel legközelebb, kezd el nyalogatni, úgy fog csípni, hogy eszedbe nem jut az, hogy tengeri beteg vagy. Tehát már jó ellene. Nem egészen elgondoltam. Elfelejted, igen. De a koncentrációt, a szellemi erőt javító hatását régóta hasznosítják. Kifejezetten szellemi munka előtt a gyömbéres ételek azok egészségesek és jók. Hú, nagyon jó. Gábor, arányokat mondj már, légy szíves, mert ugye a recept az úgy recept, hogyha beleírjuk, hogy miből mennyi van. Igen, egy csésze van mindenből, tehát még egyszer felsorolnám. Torma, gyömbér, fokhagyma és csilipaprika, mindegyiket apróra kell vágni, és egy csésze, tehát ez négy csésze, és úgy emlékezem, de ezt meg fogom erősíteni majd később, hogy 2 liter almaecetben, ezt meg fogom kérdezni a gyártóktól, hogy mennyi almaecetbe kell lesz, hát jó sok almaecetben, hogy azért ugye ez ki fog oldódni. 2 litert mondanék, és ezt érlelni hagyjuk. Tehát nem muszáj mindenből egy csészét, mert azért az így sok lesz, 3 hétig. 3 hét, turmixolás, szűrés. Turmixolás, szűrés, csak és miközben érik, a közben lehet, nyilván kell kevergetni, kicsit megszellőztetni, meg van egy ilyen technológiája. A pontos receptet föl fogjuk akkor tenni, hogyha jónak látjátok, mivel ez nagyon jó. Ez így nem kapható forgalomban, illetve nem jellemző, nagyon kevesen készítik. Én is egy olyan családtól szereztem be, akik ennek a szakértői. Tehát föl fogjuk tenni a receptet, és otthon ezt el lehet készíteni. Csak a koncentreformában így lehet fogyasztani, vagy így fejti ki a hatását, vagy lehet hígítani is mondjuk gyerekek kedvéért. Mondom ezt. Lehet hígítani. Kólával. Lehet hígítani. Sok kólával és vattacukor. Kólával. Lehet hígítani. Hát bár csak egy gyermek ezt elfogyasztaná, bár azért, hogyha a csilipaprikát lehet, hogy gyermeknél kihagynám. Attól függetlenül, hogy ez, ugye azt mondtam, hogy nem irritál, nem okoz fekély, gyulladást, sőt inkább csökkenti. A csilipaprikát lehet, hogy kihagynám, és akkor a fokhagyma, torma és a gyömbérrel használ. Hát nem lesz. Igen, azért ezt bennek megkínálnám, azért konkrétan agyon verne utána. Aha, igen. Ezt azért így nem itatom meg. Miért? Azt mondtam, szeret! Hát azért inkább felnőtteknek való, igen. Igen. Viszont tény és való, hosszú ideje, évek óta ezt Magyarországon sokan használják, vagy legalábbis többen, és nem betegek. Tehát szó szerint nincs influenza, nincs betegség. Nem mondom, hogy mindentől megvédve, csodaszer. Nem betegek, Isten megosztalja őket. Nincs már hol beteg. De a hatás az igazolt. És te mióta szeded ezt? Te is érzed egyébként? Tehát jó? Uraszerűen használom, így van. Így van, tehát ez abszolút elkerül a betegség, remélem, hogy hosszú ideig. A hiányzott már egyszer is még az tényleg? Adásból. Egyébként nem. Soha nem volt olyan sportolás, meg valami. Múltkor még labdarúgás volt a fő spektrum, azelőtt a testépítés, most meg úgy korcsolyázás. Tehát, hogy most különböző vagy sportok. Hiányoztak a sikerélmények, és azért nyergelsz át mindig, vagy... Nem, a futás, a foci megmaradt. Foci nem ment. Futsz tényleg? Mennyit futsz? Sokat? Hát hetente 2-5 kilométert. Wow! Komolyan? Igen, illetve hát a Hungaroring kör az 8 kilométer, de azt nem mindig sikerül. Igen, de az gyorsabb a biztonsági erők. Vannak rövidített útvonalak is, igen. Igen, ott mindig a pályagondokság kiszed már a célegyenes végén. Mennyire ott van? Kapjátok el! De én nem belül futok, hanem kívül. Indítsátok az autót, nem érhet el az első jobb kanyarig. Ja, Gábor, egy érdekes cikket olvastam most, hogy most kiderült 30 év után, hogy a vaj mégiscsak jó, képzeld el.
Olvastad te is a héten, majd átküldöm neked, mert ugye ez még a 80-as években volt, vagy talán még korábban, nem is tudom, hogy a halált kiáltottak minden vajevőre, és akkor jött ez a margarin sztori, és most a héten... Hát ez egy nagy lobby volt, hát a vaj sokkal jobb azért. Hát már most már a növényi dolgok is jobbak, most meg már kell sokkal, de most ugye a teljességgel azt mondták, hogy bebizonyították, hogy nincs semmi baj a vaj evéssel. Hát én kíváncsi leszek erre az eredményre, hogy a vaj mellett még mit ettek, ettől is függ. Hát a vajban letagadhatatlan, hogy van mirisztinsav, ami kifejezetten egy káros zsírsav, telített zsírsavak vannak benne, és koleszterin. A kutya fáját. Tudom, hogy vannak cikkek arról, hogy a koleszterin mégiscsak jó. Igen, meg nem az állati zsír mégse okoz bajt. Én nem dicsérem túl a növényi olajokat, mert ugye ott az omega 6 zsírsav, ami nem biztos, hogy szerencsés, tehát nem mindenért, nem minden tekintetben jó a növényi olaj. Emellett ugye a margarin gyártást azt megváltoztatták, erről is beszéltünk korábban, hogy már nem keményített növényi zsírről van, egész más, hogy pozitív változás történt, úgyhogy várom a cikket, és akkor visszatérünk rá. Átküldöm neked, olvasd. De hát ez az egyik, a másik pedig egy meghívást szeretnék átadni, a barátaim szóltak, hogy most szombaton Túrkevén Kevi Böllér Fesztivál lesz, és jaj, nekem kéne egy nagyon komoly ilyen szakember, aki meg tudja mondani. Annyi, mert vállalnád, de a speaker szerepel. Speaker szerepel, mert az van, érted, hogy tök hagyományos, tehát semmi tartósító nincs, semmi nincs benne, tehát az lesz az iga Túrkeve szombat, igazi elmentes övezet, és várnak szeretni. Azért a csomagolásnál Balira gondoljál, jó, hogy van, mindig van egy ilyen száj, amit be kell tömni hét főreggel. Tudod, hogy mindenek örülök. Móka kacagás. Egészségére ezeket se vetem meg. És lesznek vegetáriánusok, csak őket fogják belegbe húzni és tölteni. Nem koszoljuk mi össze a beleket. Hát én azt mondom, hogy jó tormával készüljetek, mindenképp az emésztés javítására, illetve jó házi pálinkával szoktuk. Erdélyi áfonyalekvárral, tehát valami módon én segíteném az emésztést. Könnyítsük. Más nem tehetek ebben a helyzetben. Köszönjük, Gábor. Na, mit reggeliztél, Gábor? Egy kicsit egzotikusabb reggelit választottam magamnak. Na. Mivel, hogy készültem, mézes hajdinakását készítettem, most a csicsóka sűrűt mindegy. Tényleg várnak. Mézes hajdinakása? Igen. Nagyon jó. Kis aranyvesző mézzel, akác mézzel. Azt a Viki szereti. És datóját. Na jó, de édes. Minden hétvégére, amikor van egy kis szabad időn, kéri az aranyveszőmét. Akkor visszahoznám a témát a reggelihez. Datója, füge, mazsola, narancs, tehát gyümölcsöt, értem hozzá, handírozott gyömbért, és kókuszcsipszet majszolgattam hozzá. Sehol egy rohadt bundás kenyér, vagy egy tojás állított a kutyafádat. Nem, ez ide nem élik. Ez ide nem élik be. A tojás az nem, tehát a hajdinakásában ugye azok az értékes komponensek megvoltak, amikre szükségem lesz. A hajdinakása olyan, mint a zapkása, ugyanúgy? Igen, van egy érdekes íze, az első főzővizét el szoktuk önteni, van, aki nem szereti a hajdina ízét, egy kis gesztenye masszát bele lehet tenni, hogy gesztenyés íze legyen. De gesztenye masszát vagy Felipe masszát? Melyiket? Ne, egyáltalán nem mindegy. Tehát miért rakja? Gesztenye masszára gondoltam, igen. Esetleg búzacsírát lehet mellé tenni, különböző magörleményeket lehet be, és egy kis diót is tettem hozzá. Ne! Hát na most a fán. Megveszőzzük. De most nem tudtam mézesen megsütni, nem volt rá időm. Te mindenhez teszel mézet? Hallod, aranyveszőméz? Hát illetve a mézhez teszel időnként egy kis hajdinát, meg bulgur. Nem volt benne sok méz. Komoly kalóriaértéke van ennek a reggelinek, nem? Tehát ez ebben van én benne. Én bőségesen reggelizem, viszont utána nagyon keveset eszem napközben. De mi volt a jeled a zóda, vagy kaptár? Hajdina. Már nem is emlékszem. Hajdina. A lényeg az, hogy én abban hiszek, hogy reggel, egyébként erről is beszélhetnénk, hogy most melyik a legfontosabb főétkezés, és miért. Ha reggel, a reggelid jól be van állítva, akkor az egész napi hangulatot, vércukorszintet, hormonális egyensúlyod, a szervezet megköszöni ezt. Ugye délelőtt van szükség az energiára, sokan nem reggeliznek, vagy nem úgy, ahogy kéne, inkább ebédelnek, vagy még az sem, hanem inkább bevacsoráznak, hát ezzel tönkre lehet tenni a szervezetet, az emésztőrendszer estére elfárad. És ki lehet próbálni, meg lehet szokni, aki azt mondja, hogy már pedig én nem tudok reggelizni, ki lehet próbálni néhány nap után, ez abszolút kialakul, és utána a vacsora is csökken, vagy elhagyható, nagyon sokat segít. De jó, reggel méz vagy geszti massza, és az asszonynak lesz, ugye? De szív! Akkor inkább a Böllér Fesztivál. Akkor inkább a Böllér Fesztivál. Jó van. Oké, Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Mindig. Vigyázz magadra. Ti is vigyázzatok. Most már egy beszélgetés végén látlak is, ennek örülök, hogy kezd. Visszajött? Most visszatértem, gyerekek. Hatni fog az anyag. Egy hétig fog hagymásod befogni. Három méterrel tovább látok, ez már mindenképpen pozitívum. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim.
Ez a Morning Show a Klassz FM-en.